Kedvenc beszélgetései támogatója a Douglas. Ez egyébként egy különbség közöttünk, szerinted? Szerintem igen. Hogy én a telefonomat veszem előtte meg a papírodat. Én soha nem írok ilyet egyébként. Én most kérsz? Igen, kérek szépen. Van, szerezte engem Tamás? Így kell megfagyasztani. Azonnal hát így kell megfagyasztani. Csapjunk bele. Hát figyelj. Én nem ismerlek igazán. Nagyon... Én szeretlek téged, de mondjál ezzel túl bármit egyébként. Nagyon kevés információm van rólad, tehát hogy van egy... Most lenéztél a telefonodról, már kukkolsz, jellek. Dehogy is, nem. Okay. Kérd bele szódát? Nem, tisztán iszom a bort. Ez különbség. Igen. Szóval... nagyon... Alapvetően egy... Azt gondolom, hogy egy... Egy prekoncepciózus ember vagyok, jelentsen ez bármit is, ugye? Tehát, hogy vannak előfeltételezéseim, meg feltevéseim a másikról. Soha nem kerültünk egymáshoz olyan közel, hogy igazából én megismerjelek téged. Sőt, az első találkozásunk, az milyen volt? Nem tudom, te emlékszel rá? Én egyáltalán nem emlékszem. Én a Földesi Margithoz jártam stúdiózni. Úristen, a körnézszögesítése? De abban én nem voltam benne. És a Koloratni Krisztiánnal jártunk egy felkészítő órára. A Krisztiánt fölvették a főiskolára. Mindenki nagyon büszke volt a Krisztiánra, meg a Margitra, de most ezt tényleg pozitívan mondom. Tehát semmi irónia nincsen benne, és... Ezből nehéz lesz kijönni. És én, amikor először beadtam a felvételi kéremet a főiskolára, akkor a Krisztián bevitt magába az épületbe, és ott körbe mutogatott, megmutatta a kis színpadot, megmutatta, ahol a felvételi zajlik, majd bevitt az osztályterembe, ahol te egy bő szürke nadrágban és egy atléta trikóban egyszer csak benyomtál valami zenét, valami, nem tudom, kazettás magnón, és elkezdtél ilyen görbelábszerűen táncolni. Milyen az a görbe? Nem, ezt most meg kell mutassad. Csináltad, tehát én annyira... Azóta ebben haknizom egyébként. Tényleg? Király? Meg tudom mutatni. Nem, ez? De valami ilyesmi. És én nagyon be voltam szarva ettől az egésztől, mert hogy egy olyan, még mindig hihetetlen félelmem van a tánctól, és nekem ez volt az első találkozásom magával, az intézménnyel, az épülettel, a színésznek készülő fiatalokkal, és te előadtál nekem egy ilyen 30 másodperces műsort, ami lenyűgöző volt. Ennél jobb volt egy kicsit. Majd megkérdezted, hogy na, utánam tudod csinálni? Ezt mondtam? És én mondtam, hogy nem. Akkor még nagyképű voltam, azóta ez teljesen másképp. Azóta sokkal szerényebb lettem. És én megragadtam így, tehát, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, hogyha befagy a jég, akkor az nehezen oldódik, és nem volt alkalmunk igazából a vállótársat leszámítva találkozni egymással. Aha. De te miért mondtad, hogy szeretsz engem? Úgy az ember ilyenkor a Google-on kívül keresi a közös pontokat. Azért szeretlek, mert valójában ugyanolyan emberbarátnak tartalak meg. Volt egy pillanat, amikor egyébként még jobban, most azon kívül, hogy mindig is te vagy az a fiú szerintem, aki... Tehát ennyi foggal senki nem tud vigyorogni, mint te a magyar szakmában szerintem. De ez egy... De közben azt is tudom, hogy amikor zavarba vagy, akkor is így van. Tehát, hogy... beégetés akart lenni. De Ervin, azért ez úgy van, hogy amikor az ember mondjuk... úgy születik, hogy a szája félig üres, félig tele, mert annyira is van a fogai között. Nem gondoltam, hogy ide jutunk 3 perc alatt. És egyszer csak fogszabályozzák, akkor utána büszke arra, hogy... Fogszabályozták? Igen, én addig nem mosolyogtam. Tehát, hogy minden vígjátékban, minden komédiában én nekem azért sikerült melankólikusra a szerepformálásom, mert egyszerűen nem mertem mosolyogni. Egy fogorvos miatt vagy a pályán? Hát ez szuper.
Oh, hát okay. Érte. Szóval, hogy amikor leültünk el, nem tudom, emlékszel a Molnár Áronnal, és elkezdtünk ilyen érdekvédelmi beszélgetésbe ezelőtt után 2 évvel a Szatyorban. Igen. És amikor te kitaláltad először, hogy az állás nélküli színészeknek te mindenképpen csinálsz egy honlapot, akkor úgy számomra addig nem ismert oldalad volt az, hogy te gondolkodsz mások fejével is. Vagy én addig téged egy ilyen, én is ismertelek annyira, de egy nagyon praktikus gondolkodású embernek tartottalak, aki mindig tudja, hogy mi a következő lépés. És alapvetően én erre mindig felnézek, mert én iszonyú trehány vagyok, fogalmam nincs, hogy mi a következő pillanat, meg mi volt, meg mi lesz, tehát hogy egy ilyen ihletett kvászba úszik az életem, ugye, igen, és mindig azt éreztem, hogy te benned elveszett egy közgazdász is, és hogy te mindig tudni akarod, hogy mi a következő pillanat, és nem tudtam összeegyeztetni egyébként ezt az emberi részedet ebben, hogy te gondolkodsz a kollégáid meg az egész szakmádról egyébként. Tehát nem mint te biznisz foglalkozás űzöd ezt, hanem hogy tényleg segíteni akarsz másokon. Nekem ez egy teljesen új arcod volt. És egyébként ebben találkozik jelenlegi mondjuk Botrány, vagy aminek én kb. Az élére álltam most ennek. És az ilyen, bennem akkor is ez már ott volt ilyen magként, és vártam a pillanatot, hogy mikor lesz tele annyira a hócipőm, hogy egyszer csak oda csapok az asztalra. De ez nekem nagyon kellemes dolog volt, hogy benned lakik egy ilyen ember, akit addig nem láttam. Ez neked miért fontos? Ez szerintem nagyon szép gesztus. Tehát, hogy... De én szerintem ez egy kicsit túl van dimenzionálva. Tehát, hogy ez, amit most csinálunk, ez egy piaci alapú vállalkozás egyrésztről, de természetesen a professzionális színészeket igyekszik segíteni azáltal, hogy majd, amikor ez a valós formáját ölti, egyébként el kell mondanom, csináltunk egy színész platformot, ami 2 évvel ezelőtt egy hobbi munkának indult, abból jött az ötlet, hogy az egyik kollégám a Víg Színházból, amikor elszerződött, azzal szembesült, hogy őt hívták volna máshova játszani, de azt gondolták, hogy a Víg Színház olyan erősen befogja, annyira foglalkoztatja, hogy nincsen ideje vendégeskedni más színházakban, mire kiderült, hogy ez egyáltalán nem így van, mert ő, nem tudom, október közepén van egy bemutatója, majd március végén van egy másik, és a köztes időszakban tudna próbálni, és erre pattant ki a fejemből ez a korszakalkotó ötlet, hogy talán kéne egy olyan fórum, ahol a színész tudja publikálni a saját kapacitását, a szabad kapacitását. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy erre van egy igény, és ez hívja életre ezt az egészet. Az, hogy egyébként derültékből a villámcsapásként ért az, hogy 6. alkalommal a Jászai Mari díjra való felterjesztésemet azt végül, nem tudom én, díjjá váltotta az ítélő bizottság vagy a grémium, az csak egy plusz olyan löketet adott ahhoz, hogy van egy X mennyiségű talált pénz, amivel ezt meg lehet valósítani. Azt gondolom, hogy erre szükség van Magyarországon, nem csak azoknak a színészeknek van szükség erre, akik mondjuk a háttérben vannak, hanem az ilyen színészeknek is, mint nekem vagy neked. Te a díjat ezt fontosnak tartod? Mert most ez biztos olyan kicsit közhelyesnek hangzik, de téged zavar, hogy nincsen több díjad? Cserhaminak már volt ilyen Kossuth díja. És lassacskán te annyit forgattál. De tényleg. És tulajdonképpen szerintem a legfelkapottabb. Ennyi tévésorozatot senki nem csinált még az én generációmból, vagy a mi generációmból. Ez téged zavar? Hogy nincsenek díjad. Hát egyáltalán nem. Nem foglalkoztat? Nem, azt hiszem, hogy nem. Boldogságodnak nem része az, hogy díjat kapjál, nem vagy kiválót, vagy bármi ilyesmi. Nem, egyáltalán nem. Persze van olyan, amikor, mit tudom én, a harmadszor vagyok valamilyen díjra felterjesztve, és akkor én az erős második helyet szerzem meg, de azt hiszem, hogy ezzel már megbarátkoztam. De annyi elég, mert mindenki veled akar dolgozni ilyen szempontból. Hát ezt nem tudom, hogy ez így van-e. Tehát, hogy nem tudom, ezt én tudom. Te ugyanúgy tudod. Ezt elég, ha én tudom. Nem azt, hanem, hogy te ugyanúgy tudod azt, hogy mit jelent egy arcnak a devalválódása, hogy egyszer csak hogyan szűkül
a levegő, a légkör körülötted minél ismertebb vagy, legalábbis én nekem ez a tapasztalatom, hogy, hogy korlátozódnak a szerepek minél inkább De hát ezt a roha, szerintem, már bocsánat, tehát hogy te egy ilyen betonbiztos karaktere lettél a magyar sorozatoknak, meg a magyar filmeknek. Hogy ezt te minek köszönheted most azon kívül, szerinted? Hogy időben leléptél a jobban rosszbanból? Hát, egyrészt iszonyú nagy szerencsének, ugye, hogy elhívnak ezekre a castingokra ezek után, aha, tehát van alkalmam megmutatni azt, hogy hogy esetleg különböző dolgokat gondolok különböző karakterekről. Aha. Másrészt meg, meg hát azt hiszem, hogy csak nem merem mondani. Mondjad már, mert szerintem te nagyon szerény vagy. Én szerintem ezek vannak közte sikeres alakítások, amik aztán tovább melyik volt az áttörés a jóban rosszban után? A jóban rosszban után. De arra, hogy ez az én fejemben egy ilyen cezúra. Tehát, hogy azt itt, az utána mi volt az, ami... Pedig hát olyan mondatokat én tudok az a kedvencem, hogy, hogy főnővér, milyen érdekes, hogy magának évszaktól függetlenül milyen jó lába van. Mindenki félreérti ezt a sorozatot gyakorlatilag, mert ez egy vígjáték, csak nem csak mennek nem rajta nevetni az emberek, mert egy kórházi mert egy kórházban van berakva. Tehát, hogy, na de hát most komolyan, tehát így műtöttünk, hogy... Mert hogy mert vért nem lehetett mutatni, műtőasztat nem az lehetett mutatni. Az arcodra játszottad el a vért? Hát tényleg, a Fülöp-szigeteki csodadoktorokat, akik kézzel műtenek, én igen, simán túlszárnyaltam, mert én szemmel műtöttem. Szemmel. Nagyon sokat. Úgyhogy imádom, de jó. Így kaptátok meg a 12-es karikát? Hát igen, ugye, persze, ez igen. Meg, de szóval ez egy fura dolog, mert nem gondolom közben, hogy egy rossz döntés volt akkor, de közben mégse volt rossz döntés, mert megtanultam begyalogolni a jelbe, megtanultam fénybe állni, megtanultam észrevenni a kamerát, hogy az hogy lát, hogy nem lát, tehát hogy ezt gyakoroltam, megtanultam szöveget tanulni például. Tehát ilyen szakmázás. Ezt a Borbély Alexandra szokta mondani, hogy neki a heksőm volt ilyen, hogy ilyen abszolút megtanult a szakmát alatta. Én szerintem igen. Megtanulni is. Aha. Iszonyúan. Aha. Megtanultam. Mert, hogy, mert egyébként magánál a jobban rosszban produkciónál úgy működött, hogyha valamit akartál változtatni, akkor kellett írni a producernek. A producer elírta, elküldte az epizódot írónak, az továbbította a holland főírónak, már aki egyszerű, nem értette, visszaküldte, hogy mi, majd azt mondták, hogy nem lehet változtatni. És akkor ezen mindig ez volt, hogy... Sokat idegeskedtél az elején, mert aha, hogy egyébként tehát 100%-kal próbálsz megvalósítani egy figurát, aha, és amikor úgy érezted, hogy ez mind kapufa, akkor jött az az időszak, hogy átküldték a jeleneteket, te nem foglalkoztál vele, előtte megtanultad 5 percben, akár 5 oldalad volt, akár 10. Tehát, hogy annak köszönhető például, hogy nagyon gyorsan tudok tanulni. Oké. Oké. Okay. Okay. Most már beszéltél én... legyen, te igen, jössz, igen. Na, kérlek szépen. Te miért gondolod, hogy mi riválisok vagyunk? Azt írod az egyik izében. Ez tévedés, ez hazugság, ez nem igaz. Tényleg mondtam ilyen? Igen, igen. Miközben hasonló szerepkörön vagyunk, vagy hát 77-es vagy én 76-os, tehát ilyen viszonylag közel végeztünk, te vagy az, akit soha nem éreztem ennek. Egyébként szerintem a rivalizálás férfi színészeknél ez egyáltalán nem annyira erős. Van néhány elhajlás, azt most nem akarom itt elmondani, de hogy ez ritka, tehát nem... Én nagyon bírtam azt, hogy te vagy például az első ember, aki fölveszed a telefonodat és SMS-t írsz, valami tetszik. Én ezt tőled tanultam el. Tényleg? Igen. Igen, én azóta... És te írsz azóta? Azóta fölveszem, szuper, bármit látok, azóta tehát egy divatot mit jelent az, hogy nekem még nem írtál? Nincsen nálunk otthon tévé, ez azért... Nem írtam? Nem, de hát ez... Mindig úgy gondoltam rá, te annyira jó gyerek vagy, hogy te véletlenül sem vágod a másik alatt a fát, és hogy annyira jól esik, hogy te tényleg veszed a fáradtságot, és megírod, hogy a tanár neked tetszett, bekapcsoltad, és jó volt. De én nagyon fontosnak tartom ezt egyébként, tehát hogy én fontosnak tartom azt, hogy jó minőségű produkciók szülessenek. Az, hogyha te jó vagy a tanárban, és azt szeretik a nézők, és annak leforog a harmadik évada, vagy elköltenek X mennyiségű pénzt a kincsemre, és abban te jó vagy, az úgy gondolom, hogy nekem munkalehetőséget teremt. Érted? Aha. Tehát, hogy én ezt nem irigylem tőled, hanem azt gondolom, hogy te ugyanúgy... A piac megy. Aha, tehát a piac így megy, igen, és abban igen. Te félsz attól, hogy nem fogsz dolgozni? Mert hát nagyon. Ugye?
Nagyon, ez nagyon érdekes. Ez nagy különbség kettőnk között. Mi? Te nem félsz tőle. Nem, egyáltalán nem. Elképesztő. De nem, ez annyira jó, ez iszonyú jó adottság az, hogy nem. Te miért szorongsz azon, amiközben mindig, ezért sokat gondolkodtam, az Elek Feri is ilyen, és azon gondolkodtam még, hogy ez még hogy alakul ki az emberben, hiszen mindig van, hiszen 10 éve van, hiszen ez látszik, hogy a bokorból nem ugrik elő még egy Lengyel Tamás, tehát, hogy, és látszik, hogy humorod van, és valójában, hogyha kell egy fes, kimért üzletember, rafinált üzletember, egy magát jól tartó középkorú, a Lengyel Tamás az olyan 70%-osan vissza ezt a szerepet mondjuk a tévében. Szóval, hogy mitől... Moziban már más kérdés. Viccelek. De hogy, nem, de hogy téged iszonyú megbízhatónak tartanak, és hogy azt nem értem, hogyha valaki ennyire tutira hozza ezt a minőséget, az miért parázik azon, hogy mi lesz a következő? Én nem, én ezt egy ez ideiglenes szakmának érzem, én azt... Mi lesz a következő? Csak nem, de hát sok tervem van, de olyan kiszolgáltatottnak érzem ezt a szakmát, annyira ez a de amikor elkezdtem, akkor tudtam, hogy ez szubjektív, tehát ez nem úgy volt, hogy egyszer csak előugrott a bokorból valaki, és azt mondta, hogy tudtad, hogy ez szubjektív? Ja nem, és akkor megijedtem tőle, hanem tudtam egész életemben, hogy az, de minél idősebb vagyok, annál inkább szorongok attól, hogy egyszer csak jön valaki, és lekap rólam egy állarcot, és azt mondja, hogy te nem a Gyuri vagy, hanem a Lengyel Tamás. És így rám mutat, és akkor egyszer csak minden kiderül, érted? Tehát, hogy... Aha. És nekem ez egy komoly félelmem állandóan. Mert te Gyuri vagy? Hát abban a helyzetben te játszol valamit? Te nem vagy ennyire, vagy úgy érzed, hogy állandóan vetítesz valamit magadról, és egyszer csak valaki ezt elveszi tőled? Nem, amikor a szerepeket, bizonyos karaktereket csinálok. Most azért mondtam a Gyurit, mert az a mi kis falunk. Igen. Te mit csinálsz azért, hogy megújuljál? Tehát, hogy nem unod el magát a... Én nagyon szeretem, ahogy vagyok. Nem, viccel. Úgy vagy. Én az ilyen dolgokat valahogy sokkal nagyobb intenzitással a filmbe tudom átélni, meg azt hiszem az idegrendszerem fogy el a színházban, de közben meg pont a színházban csináltam valami szerintem soha életemben nem csináltam olyat, mint a Platonokban, hogy egy kicsit értelmi fogyatékos pszichopatát játszom. Nem láttam. Mindegy, de hogy... Össze van osztva izével a centrál előadásommal. Csak ez lehet az ok. Ez. De hogy én... Egyéb tudom, mit csinál? Nem... Mit csinál? Igen, a kérdés. Én élek inkább. Én képzeld, azt találtam ki, hogy én valahogy nem a szakmából próbálom ezt meríteni, hogy sokat nézek másokat, hanem hogy valahogy az életemet próbálom tágítani. És egyre kevésbé próbálok... Mi a legtöbb, amit játszottál? Csak játszottál 150 fölött? 180. 180. Aha. 180 volt az első ember. Na de akkor például mit csinálsz? Mit csinálsz, hogy... Ja, úgy csinál. Ja, talizmán. Az volt ilyen 200. Azt pont láttam Szentendrén. Szentendrén láttad? Hmm. Az szar. Az nem. Miért nem jöttél 10 év múlva? Igen. Ott egy idő után elkezdem magam szórakoztatni 50-nél. Ez van, hogy megpróbálok mindent másképp mondani. Aha. Ezt azért csináltam, mert a Fekete Tibi egyszer, amikor néztük, hogy mi van kiírva, meg hogy ki mit nyilatkozott, mert nem tudom, és ki volt rakva nálunk, ki vannak rakva ilyen cikkek, meg ilyen kritikák, és így meghallottam, hogy azt mondja valakinek, hogy én a munkában jobban hiszek, mint az ihletben, ezt nyilatkoztam, és az ilyen nagyon-nagyon ilyen lelkismeretes színész volt, és akkor mondta ilyen elmorzsolva, hogy hát pedig néha fordítva jobb lenne. És akkor én ezt nagyon meghallottam. Aha. És onnantól kezdve például ott is 100-nál elkezdtem minden mondatot másképp mondani. Tehát megpróbáltam... De nem a magad szórakoztatására nem. Próbáltad, hanem... Nem, hanem szakmai kihívásnak tekintem, hogy mindent máshonnan is el tudok mondani. Aha. És az olyan 50-nél kezdődik most már. Aha. Tehát, hogy addig megvagyunk, és akkor, sőt, minél jobb egy előadás, annál bátrabban császkálok el belőle. Jó, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egyszer csak kitalálod, hogy a karakter vak lesz. Nem, ilyen, akkor... nem ilyen fasájukat, nem, hanem tólig, láttam már ilyet. De hogy megpróbálok egy ilyen 20%-ban úgy maradni, én tudom, hogy másképp mondtam mindent, próbálom a partnert meglepni, stb.
aztán elkezdek iszonyan unatkozni, és akkor elkezdem már elkezdeni nem szeretni. Uh-huh. A Máté Gábor erre azt mondta, hogy milyen jó volt Kaposváron, csak azért, mert vicces, hogy itt ülünk a Katonában, minden 100 fölött van, ők meg Kaposváron a nagy időkben maximum 25-30-at játszottak mindenből, hát, és mondta, hogy azért volt abban valami jó. Tehát, hogy tényleg, hogy így nem lehetett elúni, hanem meg volt 30-nál úgy kijátszott, tehát tényleg odafigyelsz, akkor úgy 30-nál, 40-nél úgy, ha csak nem olyan, hogy bele kell érni, vagy meg kell érni. Hát ez nem volt olyan, ami teljesen örökre egy kudarc élmény van. Például a Ragozsin nekem ilyen volt a félkegyelműben. A Ragozsin állandóan így mondogattam, mormoltam magamba az első mondatot, ez nagyon arra, fázik? Fázik. Fázik. És ezt hallgatta az egész színház. Azért volt jó, mert amikor nem voltunk Pécsen, és 45 fokba ezt gyakorolgattam, az volt jó. Beléptünk, azt mondtam, fázik. Nagyon ezt mondta Fekete Tibi, és lényegében elindult egy vígjáték. Igen, mert mindenkiről szakadtak a rögést az emberek. Mi volt a legnagyobb betlid életedben? Legnagyobb betlim. Hát mondtam, amit, így amit én most elmondtam, hogy én a Ragozsint így értem meg, te mit értél meg így, hogy ez nem sikerült pedig meg? Egy nagy szakmai bukták, mondjál már el. Légy szíves. Erre kérném. Nincs, hát keresem a fejembe, de egyszerűen... Keres. Nem találom. Hát figyeljem. Aztán pedig direkt már nem akartam mondani. Sok volt szerintem, de tehát én mindig nagyon féltem a tánctól, meg az énektől. Ezért indult jól például a Vígszínházi pályafutásom is, mert amikor szerződtem a Vígszínházba, akkor mondtam Enikőnek, hogy én nem táncolok és nem énekelek. Azt mondta, hogy persze, ezt tudom, ez a paknála csak prózai szerepeket fogsz játszani. Majd másnap fölhívott az asszisztens, és azt mondta, hogy hát akkor a lovakat lelövik, ugye, ami a táncmaratonról szól, abban te leszel a főszereplő, majd letette a telefont. A Bástya sétány, azt például... Miért fosol a tánctól ennyire? Hát, mert valami olyan... Mert nagyon rossz a ritmus érzékem, tudod? És amikor mindig mellé lépsz, és ráadásul ennyire tele vagy önkontrollal, mint én, akkor hát egy idő után elkezded magad borzasztóan szégyelni. És ezért, és attól, hogyha lelepleződöm, hogy nekem rossz a ritmus érzékem, akkor egyszer csak mesztelennek érzem magam is. Tehát én... Ezért a Bástya sétány például az egy olyan volt. Énekelni, táncolni kellett. Borzasztó volt a premieren. De neked hangot sincs szerinted? De van, csak nem jó a fülem. Tuin van! Emlékszem, hogy a bemutatón az volt, hogy egy ilyen malteros ládában táncoltunk a Létai Dórával. Én annyira meg voltam illetődve attól, hogy tényleg a Soproni Színházban, mit tudom én, 600 ember előtt táncolok, meg énekelek. Életemben nem gondoltam, hogy ilyen lesz. Hogy amikor a Dóra dőlt, és nekem el kellett volna kapni, akkor én így fölraktam a kezemet. Dóra bedőlt a malterba. Kijött, tönkrement a mikroportja, nem tudott tovább énekelni, úgyhogy az egész egy totál kudarc volt. Az. Például az egy nagy bukta volt. Ki a legnagyobb rendező, akivel találkoztál? Jó, Gotár. Tehát a... Gotár? Hát a Kripli miatt? Igen, hát az igen. Az neked a fő? Az egy ilyen fákja? Hát az volt, ahogy kijöttem a főiskoláról, minden, az egy, nem tudom, egy ilyen fura method acting, soha nem csináltam ilyet, de ő belekényszerített abba az egyedüllétbe, abba a társtalanságba, amitől szenved ez a karakter, abba a magányba, és ott valami, nem tudom, tehát hogy valami nagyon mélyről működött a színészetemben, úgy gondolom. És utána egy csomó minden olyan volt, ami viszont bukta volt, tehát a Patkányok, azt követő előadás. És te hogy vagy ezzel, hogy én egy egyenes csávónak látlak, aki mindig elmondja a véleményét, ha kell, ha nem. Ez igen. Arra vagyok kíváncsi, hogy tudsz-e mondjuk politikusan viselkedni, tudod-e? Nagyon nagy téthelyzet van, akkor igen. Tehát, hogy vagy leginkább tudod, mi szokott lenni, hogy idősebb embereket nem vagyok hajlandó megbántani. Tehát, hogy valójában ez az egyetlen, azt hiszem, ami visszafog. De én úgy látom nálad, hogy ez nem egy póz, nem. Hanem ez zsigerből jön. De akkor viszont hogyan számolsz el a lelkismereteddel? Tehát, hogyha úgy érzed, hogy valamit ki kellett volna mondani, meg kellett volna tenni, azt mégsem tetted, mondjuk valakinek a kora miatt, vagy azért, mert a...
Tehát a szakmai megbecsültsége más, meg nem. Tudod, mit csinál? Inkább azt csinál, úgy próbálom, hogy ilyen virágnyelven. Most oda tudtam eljutni, hogy nem hallgatok, és nem a hátam mögött pöfögök, hanem akkor is elmondom, csak sokkal szofisztikáltabban és sokkal... Tehát ilyen szűrleményként, hogy azért ne úgy menjek haza, hogy gyáva fasz voltam. Értem is. Tehát, ez nekem fontos. Idősebb embereknél egyébként sokszor volt rendezőknél, azt hiszem, én nagyon sértődékeny vagyok. Nem tudom, honnan jön, lehet, hogy apám gyepült, meg az anyám is, akik nagyon szerettek, de a sport miatt elég kíméletlen légkörben nőttem fel. És valahogy ez, hogyha valamit én nem jól csinálok, azt rögtön kikérem magamnak, kurvára. És attól, hogy ennyire sértődékeny vagyok, ezért nagyon hevesen reagálok dolgokra, és például nekem volt itt pont a színházban volt egy ilyen köröm, hogy nem lehetünk egymás a nagypapát, nem tudom megbántani, pedig ő bánt engem, de én visszalőnék nagyon szívesen, mert szerintem rossz irányban van a hajó, és akkor ebből egy ilyen generációs szakadék volt az én lelkemben, hogy ez nem egy együtt dolgozás így, hogy én nem tudom elmondani, pedig látom, hogy bukásra állunk, hogy 9-et fogunk belőle játszani, 15-öt. És akkor tulajdonképpen ez azóta egy ilyen feloldhatatlan egy picit a saját színházamba. És próbálom ezt kerülni olyan szempontból, hogy én próbálom azt mondani, hogy fiatalokkal akarok inkább dolgozni, mert a nagypapámban, nagymamámban egyszerűen nem vagyok hajlandó beleszállni. Uh-huh. És ezt viszonylag nehezen dolgozom egyébként fel, mert viszont az élet minden területén elég agilis vagyok. Ez egy ilyen, nem tudom mitől van. Hát az idősek iránti tisztelet, imádom az időseket. Uh-huh. És mindig nagyon segítettem, nagymamámat is imádtam, és nagyon nagy tisztelettel vagyok, de valahogy a munkával nem tudom összeegyeztetni a kort. Amiben már nem bántunk meg embereket, de ő mondja nekem, hogy mi a rossz és mi a jó, és egy Gotár Péter, amikor úgy beszél, akkor azt gondolom, hogy húzzál haza, és így nem beszélsz emberekkel, és így egyébként, pont csak azért mondom, mert a te életedben is egy fontos ember, és nekem például ő volt a fő konfliktus forrásom. Igen. Tehát azt szokták mondani, hogy a művészet ugye a világra reflektál. Igen. Akkor egy színésznek is meg kéne tenni ezt, hogyha úgy apostrofálunk egy színészt, hogy ő művész, igen. De akkor mégis mit gondolsz a politikai szerepvállalásról? Én úgy érzem ezt... magamat, hogy én soha nem vagyok elég jobboldali a baloldalnak, és soha nem vagyok elég baloldali a jobboldalnak. Tehát én valahol én elég jó a politikai emlékezetem. Én egy érdeklődő ember vagyok, én nem csak hírportálok, hanem én valójában, amióta az Antal Józsefet elkísértem az utolsó útjára, magammal azt gondoltam, mint állampolgár, hogy innentől kezdve felelősséggel vagyok bizonyos demokráciáért, uh-huh. amiben én szeretek tájékozott lenni. Sokat gondolkodok rajta, tehát hogy nem úgy van, uh-huh. hogy erre, hanem olyan gond, ott nagyon sokszor 10-ig, inkább 20-ig számolok. És szerinted hol veszíti el egy művész a hitelességét? Tehát, hogy mi az a pont, amíg elmehet, hogy mondjuk nem szól, vagy nem vállal ilyen... Neked ez problémád? Egyébként? Hát... Igen. Tehát, mint most... Azért kérdezem. Igen. Hogy mi az a pont, ahol szerinted már föl kell állni? Igen, szerinted mi az? Na, ezt ösztönből csinálom. Aha. Tehát ugye ezt nem tudom. Mert hogy nekem van egy feltevésem egyébként, aha. összességében a politizálódásról, vagy a politikai szerepvállalásról. Én azt gondolom, hogy egy csomó esetben nem direkten kell szólni az emberekhez, hanem azokon a dolgokon keresztül, amit az ember csinál. Tehát, hogy közvetetten. Mert egyébként a megosztottságtól bizonyos dolgok nem jutnak el az egyik oldalhoz, vagy a másikhoz. Tehát én ebben nagyon egy követ fújok veled, én mindig azt szoktam mondani, amikor politikai kijelentést teszek, vagy igyekszem tenni, hogy én nem szeretek, tehát hogy az ordibálás és a fröccsögés az sose jó, mert az az oldal, akihez szólni akarok, vagy akit azt akarom mondani, hogy ezt már ne hagyjátok, vagy hol van a Navrasics? Tehát, hogy most, bocsánat, hogy hol van a jobboldali gondol, az a
az a vágyott konzervatív értelmiség, az hol van számomra? Ha ezt akarom valahogy például artikulálni, akkor nem szabad fröcsögni és ordibálni, mert zárulnak a kapuk. Nekem ez a legnagyobb bajom. Fröcsögni szerintem művésznek, bárhol, mindenkinek egyébként szerintem ez szívejoga, meg vérmérséklete, stb. Ha üvöltesz és acsarogsz és fröcsög a nyálad, akkor pont azokhoz nem fogsz eljutni sose, akikre hatást akarsz gyakorolni. Ezért én mindig általában igyekszem nem csatlakozni a hathoz. És váratlanabb időpontban megszólalni és mondani valamit, mert akkor talán bemászik a fülbe, hogy itt ez a kis kincsemes lovas gyerek, hát nem mond olyan fasságot. Most mégis van egy olyan helyzet, amiben beleállsz. Beleállok. Ez például a szinkronnal kapcsolatban, a politikát félretéve, de egy olyan helyzet, ahol mondjuk kockára tevődik a nem tudom én, a megélhetésednek. Mindenki meg szokta kérdezni, hogy félek-e attól, hogy most akkor mi lesz velem, meg hogy... De egyébként szerintem neked pont nem kell félni. Szerintem se kell félni, és szerintem annak a generációnak, akinek nem kell félni, annak nem kell félni. Tehát, hogy inkább minden olyan társamat, köztük téged is egyébként. Mi tehát nem aki szinkronizálok. Nem szinkronizálsz, de mondjuk forgatsz a mi kis falunkba, és csinálunk sorozatokat, ahol a munkakörülmények nem mindig, hogy úgy mondjam, az európai átlagot érik el. De ezek változnak. Változás, igen, oké, tök jó. Tehát, hogy ezekben nekünk változásokat kell érni, és szerintem ez előről indul mindig. Tehát az, hogy majd az elégedetlenek egyszer csak kalapácsot ragadnak, és előre mennek, és üvöltenek, nem. Az első 20-30 médiasúlyra rendelkező embernek kell ezt kőkeményen a saját szakmában. Egyébként meg azért történt, mert a Rajkai Zoltánt kicsinálták. Nekem mindig kell, ja, visszatérve, akkor indulok el, amikor van egy olyan személyes, valahogy ezt megérzem, egy olyan személyes érintettségem, hogy nem hagyom, hogy a kicsi barát akit 20 éve itt van mellettem, és öt gyerek kapja, hogy hülyének nézzék és kicsinálják. Akkor én lézerkarddal szétvágom az SZDI-t. De tényleg, hát nem gondoljuk, tehát hogy van nekem kell, akit megvédek, biztos nekem egy ilyen, van ebben egy védelmező ösztön, amikor átlépnek azon, hogy bántják az enyémet, akkor se Isten, se embert nem ismerek. Én nagyon drukkolok egyébként ennek a kezdeményezésnek, mert azt gondolom, hogy ti sikerre jártok. És ez kinyit egy kaput, én azt gondolom. Mindenhova máshova. Igen. Így van, de igen, szerintem is. De azt nyilatkozod a nagyon kedves sütkosz. Nekem jó kérdés volt. Azt nyilatkoztat, hogy azt kell, mindjárt hogy nagyon, viccesek leszünk tényleg. Nagyon sokan kell, hogy csatlakozzanak ehhez a... 600-800 fő. Eddig 400 van. 600-800 fő. Az a szakszervezet. Igen, aha. Az 70%. És azt akarod megvalósítani, hogy amennyiben nem a kitárgyalt, megérdemelt munkakörülmények között, vagy feltételek között dolgoznak az emberek, akkor azokat kizárod gyakorlatilag, hogyha van, nem? Ez az egyik mondás például. Tehát, hogy szankciókat... Én leválnék a szakszervezetről. Én egy ilyen forrófejű hülye vagyok, aki így mondom a saját igazságomat, és le is kell váljak, mert vannak a jó rendőrök, meg a rossz rendőrök. És én ebben vállalom a rossz rendőr szerepét, hogy én üvöltöm a szakmám baját. De gondolod, hogy egyébként ez az összefogás, ez létre tud jönni? Tehát, hogy... Ha erőt mutatsz fel, hiszen a miniszterelnökünk másból sem él. Tehát, hogyha erőt mutatsz fel, és bátorságot öntesz az emberekbe, és azt mondod, hogy te tudod, merre kell menni, és én nézzétek meg, hogy én merek menni, akkor mennek utánad az emberek, mert leginkább a magyar embernek bátorságra van szüksége. Általában, amit szoktak pedzegetni, hogy ilyen kiskorúak vagyunk, tényleg kiskorúak, egyszerűen nem alakult ki a demokratikus reflexiónk. Tehát, hogy valójában szerintem az embereknek erőt és bátorságot kell adni, hogy én tudom, merre megyünk. Gyertek utánam, és mernek jönni. Engem ismernek. Én üvöltözni fogok még 2 hónapig. Álljatok be közénk. És ez, szerintem ez Magyarországon ez a pszichológia működik. Nem tudom, miért vagyok ilyen hurrá optimista, hiszen annyira megosztott a szakmám, de most szerintem koppantak akkorát az alján mindenki, annyira szarul él, hogy most örömest fog ebbe kapaszkodni, és megállít egy 70 éves ember, akit látok 20 éve, most a mafiánben megfogta a karomat. És azt mondta, hogy Ervin, könnyes szemű, köszönöm szépen, amit értünk teszel. Balzeg, én bármeddig Hágáig elmegyek érte. Mert tényleg azt érzem, hogy le leszünk írva a margóra, és akkor ilyen mindenfajta ilyen rendezvényen majd énekelhetünk, de hogy a szakmánk becsületére ezt most meg kell tenni. Akartam mondani, hogy elhívjunk. Igen. Nem fogom ezt sose megvárni. Nem lesz olyan, hogy nem veszítem el a munkám. Ha elveszítem a munkám, akkor Balatonszőlősön nyitok egy éttermet. Az kész, a Lugasba. Ez a tervem. És ezt miért nem akarod megcsinálni emellett?
Azért, mert nincs rá idő. Meg akarom csinálni, csak nagyon nagy kihívás azért csinálni most egy éttermet a ilyen munkaerőhiány mellett. Meg nem tudod, de jól főzzel? Nem, még nem csináltam ilyet. Tényleg nem tudom. Tényleg nem néz tévét? Mert hogy voltál a konyha főnökben? Vagy jártam arra. Ne haragudj, megnyerted, vagy mi? Ez milyen szuper lett volna azt mondani, hogy igen, de nem. Én nem. Legjobb, én nem tudom, legjobb fiúként távoztam. Sajnálom. Megvertek a hölgyet. Engem hívtak idén, és mondtam, hogy nem tudok főzni, csak... Mi táncversenyem van. Csak teát. Van ilyen szakmai apád? Nincsen. Nincs, ez annyira, olyan rossz. Rossz? Nincsen. Nincs, és nincs mesterem sem. Ez is olyan rossz. És olvastam a nyilatkozataidban, hogy neked van. Mi nekem van? Én igen, és az annyi, olyan nagyon jó dolog, de nekem egyszerűen nincsen. Hát, de ezzel szemben van egy nagyon fura, nagyon megható és nagyon szép történetem a Cserhalmi Györggyel. Ne, vele aki, nekem is van. Egyik este pont az emlegetett Básti Sétány előadásra bejött, beült, volt nála egy Tesco szatyorban egy üveg viszki, és amikor kijöttem az első felvonásról, akkor mondta, hogy Tomi, gyere ide, ülj le, szeretnék neked valamit mondani és elmesélni. És mondtam, jó, Gyuri, de hát mindjárt megyek vissza, de én megvárlak itt. És lement a második felvonás. Várt rá, te Cserhalmi? Én lefürödtem, átöltöztem, leültem, a Kulka odahívott az asztalhoz, mondtam, János, Gyuri itt vár rám, de csak két szót akarok veled váltani. Váltottunk két szót, én átültem a Gyurihoz, Gyuri kibontotta ezt a Tesco-s zacskót, kinyitotta a viszkit, kért két poharat, és azt mondta, hogy nagyon fontos dologról szeretnék veled beszélgetni, de ehhez előtte egy-egy deci viszkit, elkezdtünk beszélgettünk éjfélig, fél egyik kb. Majd egyszer csak egyébként fel volt öltözve, öltönyben volt. Uh-huh. És elővette a belső zsebéből egy levelet, és azt mondta, hogy én ezt 30 éve őrzöm, és nem tudom, hogy kinek adjam oda, és ugyan nem ismerlek régóta, egyet próbáltunk együtt, de hát egy nagyon érzékeny és egy nagyon tehetséges színésznek tűnsz, remélem jó a választásom. Veszprémben próbáltam egy orosz darabot, ami nem ment igazán jól, és kaptam a Latinovicstól egy biztató levelet, ami arról szól, hogy tanítani kell a színháznak, tehát hogy a színház maga tanít. És ez annyira nyomja már a vállamat, én ezt nem tudom tovább vinni, hogy én ezt odaadom neked, hogy vidd te tovább. Tehát a derültékből a villámcsapás, vagy nem tudom, tehát hogy nem tudsz rá hogy reagálni, és nekem ez ilyen történet. Én egyszer a Bubiktól kaptam egy ilyen képes lapot. Aztán meghalt egy hónap múlva. És ezt képzeld, hogy ott van a könyvespolcomon, és hát nagyon félve nézek rá, vagy nem tudom, tehát hogy nehéz ennek megfelelni. Ismerem a tartalmát, meg tessék. Nyom téged? Vagy ilyen jó fajta? Az nyom, hogy van egy ember, aki ezelőtt ennyire meghajlott, aki ennyire alárendelte magát ennek a küldetésnek, vagy... És én bennem ennél sokkal kevesebb pátosz van, vagy érted? Vagy másfajta az elhivatottság bennem. Nem akarsz tanítani? Nem. Mit? Te mennyit edzel? Teljesen 180 fokot akartam váltani. Heti négyszer. Heti négyszer? Igen, muszáj. Egyszerűen azt érzem, hogy van egy esztétikai elvárás, vagy nem értem, tudom, abszolút értem, tudom, miről ezt beszélsz, te ezt hülyeség? Nem, te teljesen egyetértek, ura! Ekkora szemét vagy. Csináltunk a Molnár, most egy Molnár Áron kollégáknak volt, hogy nevezik ezt az ilyen... Hogy, challenge, csinál? Kihívás, napról. Nem, bocsánat. Ja, a legény búcsú. A legény búcsú, ez nem jutott eszembe az a szó. Csináltunk egy legény búcsút, ahol hát én találtam ki ezt a nem... Na mindegy, szóval szerintünk vicces, de hát azért... Mit? Mit találtál te ki? Mit? Micsodát? Együtt találtuk ki? Mit? De mondd. Mit? Hát a castingot. Azt én találtam ki. Nem igaz, hogy te találtad ki. Én találtam ki. A castingot azt én találtam ki. Nem te találtad. De én. Maximum de várjál, együtt találtunk mindegy, ki. Teljesen mindegy, mert én már azt terjesztem, hogy én találtam ki. Tehát, hogyha te azt mondod bárkinek, hogy te találtad ki, akkor hülyének fognak nézni. De ez... Én találtam ki.
Én találtam ki. Dehogy is. Mi? Mit? A Pannonia utcában, Sörözőben ott találtam, az asztalt meg tudom mutatni. A Pannonia utcában? Ott. Én találtam ki. A makrancos kata után. Dehogy, dehogy nem. Is. Dehogy nem, hogy legyen, és külföldi gyermek, és hogy ráhúzom a fejére a sapkát. És azt utána... te találtad ki, hogy ráhúzod a fejére a sapkát. Ne, Tamás. Tényleg én másképpen... Eddig jól alakult nem a beszélgetés. Eddig olyan jó, szerettük egymást. De, na mindegy. De nem is értem, hogy miért akartam elmondani. Miért de el akartad mondani, hogy igen, hogy a Molnár Áronnak csináltunk egy legénybúcsút. Igen, és az volt a... Ja, igen, megvan! És az volt a lényeg az, hogy angolul kellett beszélni, meg szerbül. A casting céget beavattuk, iszonyú keményen készült rá egy hónapot az Áron, és az volt a lényege, hogy szerbül üvöltözni kell, és húznak egy csukját rá még a halála előtt, és ott neki el kell mondani nagyon hosszú, nagyon, nagyon nehéz szerb monológot, és ezt közben instruálta egyébként egy szerb haverunk, megkértük, hogy ő meg mondja, hogy nem hiszem el, amit mondasz, még egyszer mondom. És ott félmeztelen tulajdonképpen ott üvöltözött egy zsákkal a fején, és mi meg, na mindegy, csak a másik szobában ott gyülekeztünk, és kitaláltuk, hogy akkor félmeztelen rárontunk. És akkor elkezdtünk vetkőzni, és az ott és mindenki így oldalra nézett, és a Lengyel Tamás nézte utána fél percig mindenki, hogy ez hogy van így kigyúrva, bazzeg? Ez mi a fasz? És mindenki a lassan megpróbálta így visszacsempészni. De ez egy, annyira emlékszem, hogy, és nálunk már 10 éve fiatalabb a fehér tipike. És ott kérdezgettük utána, milyen diétát csinálsz? Elkezdtük, De hát azt megelőzően... azt is, hogy port eszel? Azt mondja, igen, ez de azt megelőzően kb. 3 hónappal oda jött hozzám. Hogy nézték ki? A Tasnádi István, és azt mondta, hogy most születik az Aranyéletnek a 3. évada, és van egy ötlet, hogy visszatérne Tibi Bá, az én karakterem, de ahhoz nagyon meg kéne változni. És akkor kérdeztem, hogy mit kéne csinálni, és mondta a Tasi, hogy mit, ha le kéne dobni 8 kilót, szálkásnak kéne lenni, úgy kéne kinézned, hogy... Honnan dobtál le 8 kilót? Hát volt honnan egyébként, és iszonyúan ki kéne gyúrnod magad, és levágjuk a hajadat 8 mm-re. Hogy ebben te benne vagy-e, vagy hogy... És mondtam, hogy hát szerintem a magyar színészeknek ez az álma, tehát, hogy mert hogy ezt nem tudják igazából ezeket a változásokat megvalósítani. Szerintem miért nem? Hát azért, mert a színház elkötelezettsége az mindig tehát egy keret berakja ezt az egészet. Tehát, hogy neked, hogyha levágják a hajadat, akkor utána parókát kell szerezni, hogy te konszolidáltan nézzél ki egy szerepbe. Nem biztos, hogy az mi belefér. Mi a metodettinget úgymond nem tudjuk végigvinni mondjuk a színház miatt? Hát de nem is tudjuk szerintem egyébként. Szerintem se, nincs félelem arra, hogy... De én nem is hiszek a metodettingben. Tehát tőlem az távol álljon, hogy valaki mondjuk fél éven keresztül... sírba aludjon. Igen. Hát igen, vagy a buszban, mint amit a izé mond a Metz Mikkelsen, hogy attól még nem biztos, hogy jó lesz az alakítás, hogy 3 hónapra beköltözöl egy busznak a hátuljába. És én így is gondolom, és azt gondolom, hogy sokkal ettől sokkal szofisztikáltabbak és sokkal ügyesebbek is a magyar színészek. Most volt konkrétan egy filmben alkalmam kipróbálni azt, hogy mi van, hogyha igyekszel nem változtatni a beszéd stílusodod, és otthon is mondjuk így beszélsz, érted? Mert hogy, és azt előbb-utóbb megszokott, tehát, hogy abban nincsen akkora, mint amikor egyszer csak eljátszol egy izét, egy, mit tudom én, 39 lépcsőfokot, és akkor egy... biztos lemenés. Én egy kicsit azt érzem, hogy az, tehát, hogy annyira a szerves része lesz az idegrendszerednek, és ez tök könnyen megtehető, amikor te 6 hónapra szerződtette vagy egy filmre, és neked más dolgod nincsen, csak ezzel az egy karakterrel foglalkozni. De hát ez Magyarországon kivitelezhetetlen. Én nagyon hitelesnek látlak a szerepekben, hiszen ezért írok mindig, de közben úgy érzem, hogy nagy karaktereket nem váltasz, érted? Tehát, hogy én abban hiszek, vagy lassacskán két évvel ezelőtt jutott el a tudatomig, hogy Enneagrammáról hallottál? Lassú méltóság, teljes függöny. De hogy... nem tudtam, hogy ebben nevetlek meg. De hogy tehát 9 alaptípusra osztja általában az embereket, és de nem ez volt tulajdonképpen, hogy az ember általában abban a legsikeresebb, ami az alapkaraktere környékén van. Igen. És akkor ebből el lehet kolbászolni, de alapvetően a fő irány,
amivel igazán mondjuk én például egy kincsemmel vagy egy tanárral tudok sikert elérni, az azért nagyon, 80%-os lefedettségben van az alapkaraktereimmel. Aha. És az az igazság, hogy én ebben azóta ebben nem mozgatom magam, nagyon szívesen, inkább talán a színházban bátrabban, így elmászkálok, de azt hiszem, hogy ez úgy megnézve mindenkit, tehát, hogy én nem fogok plusz 40-50 kilóval, tehát nem látom azt a, azt a rendezőt, aki ezt bevállalja, hogy most legyünk dühöngő bika, mert a Nagy Ervére kitaláltuk. Én ezekben tudok, én ezekben jobban hiszek, hogy iszonyú kifordulásaim nincsenek. Ahogy kinézek, én nem nagyon mit tudok, mit csinál, nem tudom eltüntetni. És ez mindig ilyen bajom volt, hogy miért nem vagyok kisebb egy fejjel, mert akkor ilyen origóban lévő ilyen színész lehetnék, aki mindenre jó. Tehát, hogy nagyobb vagyok annál, szélesebb vagyok annál, erősebb vagyok annál, göndörebb a hajam, szóval nem fogok kicsi balfasz költőket játszani. És például általában azt figyelem meg, például mondjuk a Trigorint ezt így értem meg, tehát hogy én nem leszek egy úgymond kehes pocakos költő, mert nem tudok az lenni, mert hiába, hát nem tudok úgy nem tudok úgy kinézni. És hiába gondoljuk, hogy de hát majd az Ervi megpróbálja egyszerűen, bizonyos fokig lehet kibújni a bőrödből szerintem. Igen, ugye, hogy többit azt meg úgy elcsászkálunk 20-30%-ig, de... Nagyon annál... durva, én erről írtam a szakdolgozatomat, hogy ki lehet bújni a bőrödből. És most írtam, majd egyszerűen rájöttem, hogy tehát minden bizonyítás komplett hülyeség volt. Fogtam átúszni, és odaírtam, hogy nem lehet. Nem, ez baros. Komolyan. Azzal indult ez az egész, hogy te szeretsz engem, Tamás, én szeretlek téged. Én megszerettelek most, vagy nem tudom. Érdemes volt eljönni. De nem, szuper, tökre érdemes volt, és tökre remélem, hogy emlékszel, hogy amikor benne hagytam egy fagyit az autódba? Fagyit? Nem. Ilyen csokis, ilyen fagyis, és megkérdezted, hogy te most szivatsz engem erőnek? Kislányommal egyszer elkértük az Audidat. Kék Audid volt. Igen, igen. És volt, és egyszer csak találtál benne egy ilyen szétázott ilyen fagyit, és azt mondta, Ervin, ez vicc volt? Nem emlékszel erre? Nem. Előbb nagyon szépen lezártuk, de majd ott vágják el. Köszönjük! Gyere, Tomi! Köszönjük szépen! Akkor kint fölteszem neked a kérdéseket, jó? Tamás, azt mondja, most lenne egy kis probléma, Ági, meg kéne tanulni motorozni. Mondom, nem. Vizsgázni kellett a Tamás előtt, kellett menni köröket. De persze sötét este, tehát este volt. Tehát de a holdvilág volt, teli hold. Na jó, de hát azért akkor sem vízé, de milyen volt. Na, tehát... Vizsgázni kellett, megállapította, hogy én csak csomagot vihetem. Tényleg nagyon, nagyon sokat mentünk, borzalmasan féltem, és végre azt mondja, na, megérkeztünk, tényleg behajtottunk a kis kapun. Én elengedtem a motort, úgy, ahogy még percekig így járt nekem. De megérkeztünk. A műsort támogatta a Douglas.